Akkor most nézzük meg, hogyan is készül a búzából egészséges liszt. Manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy megpróbáljunk aktív életmódot folytatni, amihez az is hozzátartozik ugye a sportoláson kívül, hogy egészségesen étkezzünk, mégpedig, hogy például próbáljuk elkerülni a fehér lisztek fogyasztását. Mit tehetünk ennek érdekében? Választhatjuk a teljes kiörlésű liszteket, amelyekben a korpa, rosttartalom magasabb, és kisebb az a szénhidrát mennyiség, ami a fölösleges súlynövekedést eredményezi. Fogyaszthatunk tönköly liszteket, alakor liszteket, amelyek szénhidrát tartalma, fehérje tartalma más jellegű, mint a normál, modernebb, nemesített gabonából származó liszteknek, és ezáltal az egészségünket jobban megóvhatjuk. És mi ez az alakor? Én erről még sosem hallottam. Erről van szó. Mutatom. Ez egy több ezer éves eredeti formájában fönnmaradt gabona, amit itt Kunszár Miklós környékén termesztenek, és gyakorlatilag a tulajdonságait az évezredek folyamán változatlan formába megtartotta. Gyakorlatilag most ebből próbálunk előnyt kovácsolni a modernkor emberének, hogy jól érezze magát a bőrébe. Földolgozása folyamán eltávolítjuk a héját, lehántoljuk, felülettisztítás precízen megtörténik, földolgozás finoman, aprólékosan, precízen, hogy a beltartalmai értékeit meg tudjuk tartani, az előnyös tulajdonságait a fogyasztók tudják értékelni, élvezni, és hát hasznukra fordítani. Nagyon fontos az, hogy egészségesen táplálkozzunk. És az egészséges táplálkozáshoz az hozzátartozik, hogy a pékségek egészséges termékeket tegyenek a vevők asztalára. Teljes kérdésű tönköly lisztekből, alakor lisztekből vagy rózslisztekből. Nagyon sokan szenvednek táplálékallergiában vagy kandida betegségekben. Ezekre a betegségekre a pékségek tudnak adni terméket, akár élesztő nélküli terméket, ami mondjuk egy vadkovásszal készült, nincs benne más, csak tönköly liszt, víz és só. Ezek a termékek nagyon egészségesek, mind a bélrendszernek, mind a gyomornak, és egyáltalán nem okoznak allergiát. A pékségekben vannak még olyan termékek is, amik csökkentett szénhidrát tartalmúak, amik alkalmasak arra, hogy fogyókúránál vagy cukorbetegségnél fogyasszák a vásárlók.